és levém egyik pálcámat, a szépséget, és eltörém azt, hogy felbontsam az én szövetségemet, amelyet az összes népekkel kötöttem. És mondá az Úr, most már szerez magadnak bolond pásztornak való szerszámot. Zakariás könyve 11:10-11:15. Nem figyelek rá, mondja az Úr. Még a pálcát is eltöröm, amellyel fenyíthetnélek, figyelmeztethetnélek. Az emberre való figyelem szépség. Az odafigyelés igyekezete nélkül bolond szerszámmá válik a művészet. A szépség pálcája eltörik. Bukta Norbert festészetének lényege, értelme az a segítő, figyelmeztető szándék, amelynek mértéke, expressziója szelleme minőségéből fakad. Megkötötte az egyességet, a szépség szövetségét olyan időkben, amikor sok bolond pásztornak az értékelhetetlenség lett érdeklődésük és értékelésük egyetlen tárgya. Bármikor bármit megmagyaráznak, megideologizálnak. Önkényességük félelmet terjeszt, és a félelem légkörében hatalmuk növekedik. Milán Kundera írja, eszmék. Undor azok iránt, akik egy művet eszméire fokoznak le. Iszonyodás attól, hogy belerántanak abba, amit az eszmék viadalának szoktak nevezni. Kétségbeesés az eszmék által elködösödött a művek iránt közömbös korunktól. A félelem következetes következetlenség. Fikcióknak és valóságnak összemosása. A cinizmus, a kötekedő pimasság semmi sem gyalázatosabb, mint állítással és kijelentéssel vágni elébe a megismerésnek és az észlelésnek, mondta. Schwabi Lajos szövegét Dóczi Péter színművész rendező interpretálja. Mindenkit üdvözlünk a Vízivárosi Galéria februári rendhagyó online kiállításának megnyitóján. E hónapban Bukta Norbert sorozatok 3 Vessük le állarcainkat című tárlatát mutatjuk be a virtuális téren keresztül, melyet Schwabi Lajos emlékére rendeztünk. Az ideológikus rendszerek megbuktak. Csődöt termeltek a gyárak, népboldogító eszmék alapján népeket pusztítottak. Az ideológikus a kultúrába menekítette magát. Az értékek manipulálásával tartja fenn hatalmát. Ha figyelmen kívül hagyjuk az érték kérdését, s megelégszünk egy mű, egy történelmi korszak, egy kultúra tematikai, szociológiai, formalista leírásával, ha egyenlőségjelet teszünk minden kultúra és minden kulturális tevékenység közé, Bach és a rock, a képregények és Proust közé, ha a művészet kritika az értékekről való elmélkedés már nem talál helyet magának az önkifejezésre, a művészet történelmi fejlődése összeomlik, értelme elködösödik, a művek hatalmas és abszurd halmazává válik. Milán Kundera. Mit tehet a művész? Mit tehet az ember? Egyre élesebben, intenzívebben igyekezzék észrevenni múló idejének minden pillanatát. Ne higgy el a szörnyű szándékot, ne higgy el azt az iszonyatot, hogy csak a csődület számára alkalmas eszmék lehetnek irányadóak. Ne fogadja el a kirekesztő őrületet, amely szerint haladó, kreatív, progresszív, élenjáró csak akkor lehet, ha őrmesterek és ideológusok parancsszavára csápol, menetel. Ha a reggel felébred és kinyitja a szemét, első élménye legyen az a felismerés, hogy az életet élni is lehet, nem csak birtokolni. Az életbe saját maga is beletartozik. Nem az élet abszurd. Az életet
abszurddá lehet tenni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2019 bazilikai kiállítás kapcsán merült fel az a gondolat Tamásba, a galéria vezetőjébe, hogy ha van kedvem, akkor rendezzünk a sorozatokból itt lent Vízivárosi Galériában is egy kiállítást, és közben tavaly évben meghalt Lajos, Svábi Lajos, és mivel azt éreztem, hogy úgy méltatlanul keveset foglalkoztunk az ő halálával és visszatével az utolsó időkben is, úgy gondoltam, hogy az ő tiszteletére szeretném majd megrendezni ezt a kiállítást. És hát azt gondoltam, hogy reflektálni szeretnék, ahogy itt építettük a kiállítást, nem egy hagyományos elrendezésben, hanem itt, ahogy adódtak a méretek, falak, az elképzelések kavarogtak. És ami itt a világban is kavarodik körülöttünk, hogy arra egy picit így reflektálhatok. És egy új sorozat, ami a Lajos emlékére készült, szintén megjelenik egy főfalon a kiállításon, amit azért tartok fontosnak, mert ami a többi képnek is a koncepciója, hogy körülvesznek minket, abból táplálkozik, és a temetésén a falon, a márvány falon olyan foltokat fedeztem föl, amik teljesen eszembe jutották azokat a rajzokat, amit a halála előtt itt hagyott nekünk egy hónappal. Mellé kitettem azt a szöveget, amit még annól kértem tőle, hogyha lenne egy katalógusom, akkor vannak hozzá gondolatai, mihez kapcsolódik esetleg hozzám, akkor azt írja meg, és megszületett ez a szöveg 2000-ben, és azt is kitettük ide a falra, és kértem Péter barátomat, hogy interpretálja a Lajos szövegét. És még egy apropója született a mai eseménynek, hogy Schnell György püspök atya barátom most délelőtt meghalt, és az utolsó anyag, amit szerepel a kiállításban, az az a püspöki út, ami Virágszőnyegen úrnapi körmenetkor egy pár évvel végighaladt. Úgyhogy egyedül ez lóg ki a sorból, mert mint ahogy emlékezni akartam, Lajos fegyportré kiállításban gondolkoztam, és a vezéranyaga úgy érzem, hogy az be is mutatja ezt a gondolatot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek az érdeklődését. A festő nem kívánhatja magának a kinyilatkoztatás jogát. A festőnek szemlélődnie kell, szemlélődésének tárgya a látható világ, s a világ látható dolgaira rezzenő lélek. Ezt a rezenő érzést, ezt az időben és frekvenciájában is alig megfogható expressziót alakíthatja újra láthatóvá, világivá a festő, ha személyes álhatatossággal készteti erre, ha tehetsége képessé teszi erre. A művész személyessége az a keskenyösvény, amelyen haladnia kell. Nem azonosulhat, de nem is hízelek. Miközben az egész világot át kell áramoltatnia a lelkén, szellemén, önnön magát köteles kivetítenie. Ez a kivetített személyes én a művész kapcsolata szövetsége embertársaival. A kivetítés ereje, valamint a kapcsolatra törekvés szándékának intenzitása jelentik azt a lelkületet, amelyet aztán expresszionizmusnak is nevezünk. A művész, a festőt csak hajlama alkata teheti alkalmassá arra, hogy kifejezésmódja expresszív legyen. Az expresszionizmus nem valamilyen párt vagy egyesület, ahová bárki beléphet, csatlakozhat, ha azoknak eszményeiben egyetért. Az expresszív művész az élet legkülönösebb ellentmondásaival foglalkozik. Az emberben működő jóval és gonoszszal. Ez a küzdelem eltorzíthatja az arcot. Az emberek gyakran csak ezt a torzulatot veszik észre. Résztvevő, segítő szándékok helyett gonoszul hadonászú, görcsbe szorított öklöket látnak, és az így félreértett érzelmek és szenvedélyek hatás alá kerülve tiltakoznak. Az expresszió azonban mégsem vaskos indulatok halmazata, nem is ellenőrizhetetlen áramlása gesztusok.
Az expresszió, megszólítás és kérés is egyben a művész azt ajánlja embertársainak, hogy együttesen vessük le álarcainkat. Egymásra tekintve oly sok minden hasonlóvá válik. És mi magunk is oly sok mindenben hasonlíthatunk. Az értékek megőrzésének és újra teremtésének szenvedélyes, expresszív ábránja jelenti Bukta Norbert festészetének szellemi erejét. Kössük meg újra a szövetséget, hogy a szépség és egyesség pálcája összeforradjon. Jorge Luis Borges, a világ megtartása folytonos teremtés, és hogy a Földön örök ellenségnek tartott megtartani és teremteni szavak, a mennyben szinonimák. Schwabi Lajos, 2000. november 29.